A 23. Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda Napok apropójából Horváth Istvánnal, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának dékánjával beszélgettünk. A mezőgazdasági karnak milyen szerepe van a kiállításban? A mezőgazdasági kar évek óta részt vesz a Alföldi Állattenyésztési Napokon, különböző formában. Van saját kari standunk, ahol a képzéseinket mutatjuk be az érdeklődők számára. 32. alkalommal rendezzük meg az idén a juhász találkozót, ami a vasárnapi napon kerül megrendezésre. És hát a kollégáim munkája által részt veszünk a tenyészállat bírálatokban, baromfi fajta bemutatóban, tehát szakmai jellegű közreműködést is végzünk. És hát ebben az évben a Hódmezővásárhelyi Agrárképzés létrejötte 120 éves jubileuma alkalmából egy különleges kis kiállítást is szerveztünk. Itt a Takács Ferenc Képzőközpontnak az udvarán egy géptörténeti kiállítást, amely igyekszik bemutatni tulajdonképpen az elmúlt 120 év gazdálkodási történetének néhány fontosabb állomását azokon az eszközökön keresztül, amit a gazdálkodók használtak. Diákjaik az iskolában elsajátítottak, mi módon tudják kamatoztatni a kiállításon? Hát ez egy kiváló lehetőség, azt gondolom, a hallgatóink számára, hiszen az elméleti szakmai képzésen túl itt találkozhatnak mindazokkal a gyakorlati ismeretekkel, amelyekkel nem biztos, hogy egyébként minden nap szemben lehet találkozni, hiszen itt a szakma színe java felvonul ezen a Hódmezővásárhelyi kiállításon, és akár olyan állatokkal, olyan tenyészállatokkal, olyan fajtákkal, olyan új technológiákkal ismerkedhetnek meg, amelyek mindenképpen bővítik a tudásukat. És hát mivel a karunkon a képzésünk az egy kifejezetten gyakorlatorientáltnak tekinthető, ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hallgatóink azok ne csak lássák, hanem adott esetben személyesen meg is tapasztalják, akár azáltal, hogy részt vesznek mindezekben ezekben a munkaműveletekben, folyamatokban, amit itt a kiállításon láthatnak. Ezáltal azt gondolom, hogy rendkívül hasznos számukra. Fogalmazott a dékán. Hozzátette, a Takács Ferenc Képzőközpontban a gépkiállításon és a standjuknál egyaránt várják az érdeklődőket.